Ebben az évben sem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 4 vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak, erre emlékeztetett Zsigó Róbert államtitkár egy internetes videóban. Azt mondta, hogy a világon egyedülállónak számít ez a fajta adómentesség, már majdnem 50 000 édesanya igénybe vette, amióta bevezették. A karácsonyra kapott ajándékokkal játszik ez a zalaegerszegi család. Eszter férjével 4 gyermeket nevel, pedagógusként dolgozik, azt mondja, anyagilag és fizikálisan sem könnyű mindent megadni, és mindenhol ott lenni, ahol szükség van rá. Az SZJA-mentességet kezdetektől igénylik, ami nagyban segíti őket a mindennapi kiadásoknál. Igyekszünk elsősorban persze a gyerekekre költeni, illetve hát a nagy családban mindenfélére lehet. Sokat kirándulunk a gyerekekkel nyáron nyaralásra, illetve hát azért az étkezés, ruházkodásra is nagyon sok elmegy, úgyhogy ezeket így egyben próbáljuk ebből is fedezni, illetve nagy segítség benne, hogy tudjuk még pluszba ezt ráfordítani. A nagycsaládos lét minden örömteli pillanatát igyekszik kielvezni ez a 6 tagú békéscsabai család. Azt mondják, ehhez és későbbi terveik megvalósításához is hozzásegíti őket az adókedvezmény. Szeretnénk lakásfelújításba belekezdeni, tehát mindenhez az önerőnket tudjuk belőle biztosítani, és hát azért valljuk be, egy 6 fős családnak egy nyaralás se 2 forint, tehát valljuk be őszintén, és tehát nagyon nagy segítség az nekünk, hogy van miből félretenni arra, hogy el tudjunk menni, kimozdulni egy néhány napra. A 4 vagy több gyermekes édesanyák 2 éve élhetnek az SZJA-mentességgel. Ezzel a kormány azoknak a teljesítményét ismert el, akik egyszerre állnak helyt a munkájukban és a családi életükben. Ez a kedvezmény jövedelemfüggő, nincs felső határa, és életük végéig kapják az édesanyák. Azok is, akiknek örökbefogadott, és azok is, akiknek már felnőtt gyermekei vannak. Egy átlag jövedelemmel rendelkező édesanyának például havonta több mint 60 000 forinttal jut több a családi kasszába, ami évente csaknem 800 000 forint plusz pénzt jelent. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke azt mondta, az SZJA-mentességnek számukra 3 üzenete van. Ez az elismerés, a tervezhetőség és a szabadság. A családok bízhatnak, és kiszámíthatóvá válik a jövő. Nagyon nehéz úgy gyermeket vállalni, hiszen nem egy-két évre vállaljuk a gyermeket, hogy bizonytalan a jövő. Tehát ez egy nagyon nagy segítség, a bizalom. Magyarországon megbecsüljük az édesanyákat. Zsigó Róbert, családokért felelős parlamenti államtitkár közösségi médiában megosztott videójában azt mondta, 2010 előtt a kormányok nem segítették a gyermekeket nevelőket, nem támogatták a családokat. Az elmúlt több mint 1 évtizedben azonban a családok kerültek középpontba. 2010 után Magyarországon családbarát fordulatot hajtottunk végre. Támogatjuk a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, az otthonteremtést. A koronavírus járvány okozta válsághelyzetben sem elvettünk a családoktól, hanem minden eszközünkkel támogattuk őket. Mi továbbra is a családokért dolgozunk, mert Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Éppen ezért a dolgozó, legalább 4 gyermeket nevelő édesanyák a jövőben is mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. 2020. januárja óta mintegy 46 000 édesanyja élhet a 15%-os SZJA-mentességgel, így eddig csaknem 16 milliárd forinttal több jövedelmet kaptak a sok gyermekes családok.